Évadnyitó. Társulati ülést tartottak a Hevesi Sándor Színházban. Bemutatók és vendégelőadások. Változatos programok a Griff Báb Színházban. Közösséget építenek. Pikniket szerveztek a megújult Malomtónál. Ez az a Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Kátakács Bernadett vagyok. 2024. augusztus 26-a hétfő van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Megkezdődött a 2024-25-ös évad a Hevesi Sándor Színházban. A társulati ülésen a teátrum igazgatója az idei feladatokról, a műsortervről és az intézményt érintő személyi változásokról is beszámolt. Szabó József gazdasági igazgató, aki több évtizeden át látta el feladatát, idén nyugdíjba vonul. Munkakörét Németné Andor Katalin veszi át. Februárban lejár a színházigazgató 5 éves mandátuma. A poszt betöltésére az önkormányzat már kiírta a pályázatot. Az új vezető személyéről az októberi közgyűlésen döntenek. Ez is tehát egy kicsit időzőjelben nehezítő tényező lesz a munkában, de nekünk most az a dolgunk, hogy arra koncentráljunk, hogy estéről-estére megtöltsük a színházat, és hogy jobbnál jobb előadásokat hozunk létre. Ennek érdekében egy valódi népszínházi modellt követő színes programot állítottunk össze, amiben kezdésként a Páratlan páros című Ray Cooney komédia szerepel, aztán szerepel benne az Életre valók című filmből készült színpadi adaptáció. Októberben a Sárkány szív című történelmi musicalt mutatják be, ami a rockzene segítségével Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond időszakába repíti a nézőket. A darabot Moravec Levente rendezi, a főszerepet pedig Sasvári Sándor játsza. Januárban Mihály Péter Shakespeare klasszikus művét, a Rómeó és Júliát állítja színpadra. Februárban a 8 nő című bűnügyi komédiát tűzik műsorra. Az évadot áprilisban a Hotel Mentol című musicallel zárják. Emellett 2 gyerekdarabbal készülünk, ifjúságdarabbal, az Ifjú Mátyás kalandjaival és a Bőrönmesével. Megpróbáltuk a legkisebbektől a legidősebbekig olyan széles spektrumot lefogni, hogy mindenki megtalálja neki tetszőt. Reméljük, hogy ez a személyi és anyagi feltételeink meglesznek. Ezek a nehézségeken pedig úrrá kell lennünk, mint ahogy úrrá tudtunk lenni eddig is, akár a technikai gondunk volt, akár hogy anyagi gondunk volt, az önkormányzattal, illetve a fenntartóval elég szoros és jó a viszonyunk, úgyhogy mindig tudtunk előrelépni. Szeptembertől új nyugdíjas bérletet vezetnek be, ami Egervári Klára a színház örökös tagjának nevét vette fel. A darabokat szombat délután 3 órakor mutatják be, a jelzések alapján valószínűleg teltházas előadásokon. A társulat holnap Nyíregyházára utazik, ahol a Vidor Fesztiválon az Indul a Bakterház című bohózattal lépnek fel. Ugyanezzel a produkcióval mutatkoznak be Veresegyházán, a Mézesvölgyi Nyár elnevezésű rendezvényen. Változatos évad előtt áll a Griff Báb Színház is. A közönséget 5 bemutatóval és 2 vendégelőadással várják. A Pompom meséi mellett a színpadon többek között a klasszikus Piroska és a Farkas történet is megelevenedik a megszokottól eltérő formában. Az elmúlt évben közel 34 ezer néző látogatott el a zalaegerszegi Griff Báb Színházba, ami jelzi, a műfaj iránt töretlen az érdeklődés. Az intézmény mindent megtesz azért, hogy ez a jövőben is így maradjon, hangzott el az évadnyitó sajtótájékoztatón. 2 előadásnak a próbái már elkezdődtek, a Pompom meséi, illetve a Keletre a naptól című előadások, és hát még igazából sűrű lesz az őszünk, hiszen még lesz 2 bemutató, Anna Tükörképföldön címmel, egy Piroska és a Farkas, illetve egy Hopláda. A Blattner díjas Bartal Kis Rita idén 2 előadást is rendez. Az egyik egy Gimesi Dóra által adaptált norvég népmese feldolgozása, a Keletre a naptól, nyugatra a holttól, a másik pedig a Piroska és a Farkas lesz. Utóbbi műfaját operillának nevezték el a szerzők.
hogy miért operácska, vagy miért választottuk ezt a műfajt, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mondjuk egy ilyen klasszikus mesét másképp is megmutassunk a gyerekeknek, és hogy a zene az mindig betalál a szívekbe, felnőtteknek is és gyerekeknek is, és persze a humor is. Úgyhogy reméljük, hogy nálunk is nagy sikerrel fog majd ez az előadás. Műsoron tartják az Állatságok, avagy Ilyenek az állatok című előadást, illetve látható még a Kismalac meg a Farkasok, valamint a Tejkút című darab is. Az 5 előadásra szóló bérletárát kismértékben emelték, ez mostantól 6000 forintba kerül. Az évadnyitó társulati ülésen elhangzott. Folytatódnak a családi napok, az Aprók Színháza, valamint a kerekítő foglalkozások is. Az eseményen köszöntötték a társulat érkező tagjait, illetve megköszönték a nyugdíjba vonulók munkásságát. Idén is megrendezték a pikniket a Malom-tó partján. A megszépült környezetben a vendégeket változatos programokkal és terített asztalokkal várták. A finom falatokról a főzőcsapatok gondoskodtak, akik már kora délután munkához láttak. Ebben a bográcsban pörköltet készítettek, amit dödöllével kínáltak. A másik üstben ugyancsak tájjellegű ételt főztek, amit a saját birtokon termelt zöld fűszerrel ízesítettek. Egy gulyáslevest terveztünk, hisz meg kell kínálnunk a vendégeket is, és ez a legjobb módja szerintem, hogy minél több jusson mindenkinek. Én nagyon fontosnak tartom azért is, hogy a közösséget egy kicsit összekovácsolja, és tényleg ezt a gyönyörű környezetet ápolni kell, mert azért az elmúlt hosszú években azért el volt hanyagolva, és ez egy olyan kincs, ami tényleg mindannyiunknak egy ajándék a természettől. A vizek élővilágáról a horgásztanodában szerezhettek bővebb ismereteket az érdeklődők. A halban gazdag folyó sokszínűségét is bemutatták. Errefelé még elterjedt a vörös szárnyú keszeg, a bodorka, a karika keszeg, és néha-néha a dévér is, meg a bagoly is. Biztatására néhányan a horgászatot is kipróbálták. Először egy vékony faág akadt a horogra, de később sikerült néhány küszt is kifogni. Az aprócska állat természetesen visszakerült a tóba. Ezek a halak, ezek nem csak arra valók, hogy hazavinni, megsütni őket, hanem nagyon jó halak arra, hogy megtudjuk, hogy a természet milyen sokszínű, és hogy ezeket védeni kell, és táplálni a jövőnek is, hogy nem csak nekünk jusson. A környezet rendbetétele több évvel ezelőtt kezdődött. A náddal benőtt területet, illetve a vízfelületet megtisztították, ám ezzel a munkák nem értek véget. Szeretnénk minél minőségibb zöld felületet kölcsönözni ide, és ami nagyon fontosnak tartunk, hogy az Elokápatyóta szemlélet megjelenjen, tehát a régi Malomnak emlékül szeretnénk egy olyan táblát is majd kihelyezni pár éven belül, ami miatt a régi kaszaháziak is tudnak nagyon-nagyon meleg szívvel gondolni erre, ugyanis vannak még olyanok, akik még ott dolgoztak például. És ennek keretében alakult ki az is, hogy ide olyan közösségi programokat szervezzünk, ahol tényleg, hogy említettem, a beszélgetéseké, a közösség szervezés. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, akik birtokba vették a népi játszóteret. A kreatív sarokban papírtányérból színes pillangókat alkottak, néhányan pedig a pónilovaglást is kipróbálták. Megrendezték a jótékonysági lecsónapot a Landorhegyi iskola udvarán. A szervezők felhívására idén 10 csapat jelentkezett, akik a népszerű bográcsételt elkészítették. A rendezvényt a Vadóca Gyermektánc Együttes műsora színesítette. A munkahelyi közösségek, egyesületek és baráti társaságok a tikkasztó melegben is örömmel teljesítették önként vállalt feladatukat. Többször szoktunk együtt főzni, nem feltétlenül lecsót, hanem pörköltet, babgulyás, stb. Ugye egy baráti társaság részei vagyunk, tehát ugye több fős baráti társaságban most éppen csak 4-en tudtunk eljönni a nyári szabadságolások miatt. És igazából azért jöttünk el, mert szeretünk volna magunkat jól érezni, és emellett ezt a jótékonysági főzésre segíthetünk esetleg abban, hogy másoknak is jó legyen. A csapatok összesen 100 kg paprikát, 50 kg paradicsomot és 30 kg hagymát használtak fel. Az alapanyagokat mindenki más-más fűszerrel ízesítette. A vendégek választhattak a paraszkolbásszal, valamint tarhonyával dúsított változatok közül.
A barátaimmal érkeztem, igazából nagyon kellemes a hangulat, nagyon nehéz volt választani, mert egyik lecsó kellemesebb illatú és jobban néz ki, mint a másik. Igyekeztünk végig kóstolni, amennyire engedték, így aztán végül is azért sikerült választanunk. Nagyon szívesen jöttünk baráti invitálásra, és ha tehettem volna, az unokámat is elhozom, mert megnézhette volna a kislányokat, ahogy táncoltak, apukámat, mert ő a nagy lecsó szerető, úgyhogy mindenféle lecsót megkóstolt volna, ha itt lenne. Amúgy meg azért is jöttünk, mert tudtuk, hogy minden csapatban lesz ismerős, és beszélgethetünk egy kicsit. A forgatagban minden korosztály talált kedvére való elfoglaltságot. A gyermekeket légvárral, a népi játszótéren pedig ügyességi feladatokkal várták. A jótékonyság jegyében szervezett rendezvénynek csaknem egy évtizedes hagyománya van. 7 évvel ezelőtt a Landorhegyi Városrész Településrészi Önkormányzata úgy döntött, hogy így az augusztusi uborka szezonban, amikor is a paprikát és a paradicsomot tudjuk leginkább felhasználni, legkedvezőbb áron hozzáférhetőek ugye ezek a zöldségek, és akkor egy olyan ételre gondoltunk akkor, amiben ezek belepasszolnak, hát így lett aztán a lecsó. A becsületkasszába befolyt pénzt a Landorhegyi Gyermek Otthon javára ajánlották fel. Találkozóra hívta a családokat az Összefogás Egyesület a Pózvai Közösségi Házba. Mivel az elmúlt időszakban sok fiatal költözött a városrészbe, a hagyományteremtő szándékkal szervezett rendezvény jó lehetőség volt az ismerkedésre. Getán Iris Helga korábban Bécsben élt családjával. Fél évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy Zalában telepednek le. Nagyon élvezném, hogyha a gyermek, mint magyar gyermek, magyar társaságban, ilyen kis közösségben nőne fel, ami ideális egy gyermek jó gyerekkorához. Ismerje a szomszédokat, tudjon kimenni veszély nélkül az utcára, bandázon itt a határba, bújkáljon a kukoricásba, úgyhogy ismerkedni jöttünk a többiekkel. Az alapításának 35 éves jubileumát ünneplő civil szervezet az értékek megőrzése, illetve a hagyományok ápolása mellett a közösségépítést is kiemelt feladatának tartja. Programjaikban a városrész új lakosait is szeretnék bevonni. A családi délután jó alkalmat adott a kapcsolatok kiépítésére. Vannak olyan közös programjai, olyan közös szervezései az Egyesületnek, például ilyen őszi-tavaszi nagytakarítás, ami azért az egész falut érinteni, és úgy gondoltuk, hogy hát, hogyha mi szeretnénk megszólítani, már pedig szeretnénk az itt élő fiatal szülőket, akik nem régóta laknak itt, ahhoz mindenképpen kellene egy ilyen ismerkedés. A városrészben létrejött egy összetartó közösség. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az életminőség is javult. Közműberuházás valósult meg, szennyvízés, víz, és emellett pedig egy teljes útfelújítás a Pozva úton, emellett Pozvai kerékpárút épült, ugye pontosabban a belvárosból egészen Zalaszent Iváni közigazgatási határáig. Ezekkel már nagyon arány olyan fajta fejlesztések valósultak meg, amire sokkal élhetőbb lett a környezet. Viszont mellette nagyon fontos az is, hogy a helyeknek a lelkisége és a kötődése is minél jobban megvalósuljon. És ez fontos a helyi közösségi épületek köré szőtt mindenféle rendezvényen, programmal. Időközben a gulyás is elkészült. A felnőttek az árnyas fák alatt terített asztaloknál beszélték meg közös dolgaikat. A diákok a pingpongasztalnál, a kicsik pedig az ugrálóvárban tették próbára ügyességüket. A kezdeményezés minden korosztály szerint sikeres volt. Újabb kihívást teljesített Mányoki Attila, zalaegerszegi hosszútávúszó. A múlt héten csütörtök délután ugrott vízbe a New York úszómaratonon. A világ második 1915 óta létező versenyének távja közel 50 kilométer. A sportoló a közösségi oldalán számolt be a Manhattan sziget körüli úszásról, melyet 8 óra 2 perc alatt teljesített. Mányoki Attila ezzel a Triple Crown sorozat teljesítését is kipipálhatja, amely az úszósport legrégebbi, 3 ikonikus helyszínét foglalja magába.
Nyárzáró partira várják a gyerekeket a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár előtti téren augusztus 27-én kedden délelőtt. Kézműves foglalkozás, arcfestés, ügyességi játék és sorverseny is szerepel a kínálatban. A 9 órától 12 óráig tartó programokon minden érdeklődő gyermeket szeretettel várnak. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Évadnyitó. Társulati ülést tartottak a Hevesi Sándor Színházban. Bemutatók és vendégelőadások. Változatos programok a Griff Báb Színházban. Közösséget építenek. Pikniket szerveztek a megújult Malomtónál. Ez volt az a Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. augusztus 26-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb kedden este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon, a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!